20 perces csúszással kezdődött a mérkőzés, mivel a vendégek szerelése némi késéssel érkezett meg a Continental Arénába. Az első negyedben picit meglépett ellenfelétől a házigazda, de 10 perc után már csak 2 pont volt a cápák előnye. A második negyed is 17-15-tel zárult, így pontszegény félidőt követően vonultak pihenőre a csapatok. A folytatásban sem változott a játék képe, ragaszkodtak egymáshoz a felek, a záró szakasz 1 pontos nyíregyházi vezetésnél kezdődött. 3 perccel a meccs vége előtt 60-52-nél úgy tűnt, hogy eldőlt a mérkőzés, de másfél perccel később már egyenlő volt az állás. A hajrá azonban a cápáknak sikerült jobban, így Siska János együttesen 8 pontos győzelemmel rajtolt a bajnokságban. Én úgy gondolom, hogy az utolsó negyedben jobban koncentráltuk, az utolsó 5 percben, 21-14-en nyertük az utolsó negyedet, és szerintem ez döntött. A védekezésünk az egész jól működött, a támadó játékunk az akadozik még, szezon elején forma van, igyekszünk javítani rajta. A vendégek edzője, a játékosként Nyíregyházán is szereplő Puskás Artúr szerint megérdemelt volt a cápák győzelme. Győzni jöttünk, megmondom őszintén, úgy voltunk vele, hogy első meccs, hazaiak a nyomás rajtunk, igazából nem volt különösebb teher, de szeretnénk egy győztes kultúrát kialakítani itt a jó rész fiatalabb álló csapatnál, úgyhogy úgy voltunk vele, hogy jöjjünk, aztán ugorjunk neki Siska Jani barátoméknak, akiknek ezúton is gratulálok, megérdemelték a győzelmet, abban az ominózus 2 percben sokkal jobb döntéseket hoztak, meg ami ugye a kosárlabda Csinnya és Binnya, ők beledobták a labdát a gyűrűbe, mi nem dobtuk bele a labdát a gyűrűbe, nem lehet egy Nyíregyháza szintű csapatnál ennyi hibával nyerni, tehát 33%-kal dobtunk mezőnyből, az vállalhatatlan. A kulcs szituációban kimaradtak a büntetők, tényleg ez nem atomfizika, aki jobban koncentrál és több kosarat dob, az örül a végén. A 17 ponttal záró Fazekas Csaba kritikus pillanatokban szerzett fontos pontokat. Mint a fiatal kosaras elmondta, nagyon meg kellett harcolniuk a győzelemért. Szezon első mérkőzése volt, számítottunk rá, hogy ilyen nehéz lesz. Szerencsére mi jöttünk ki jobban a végjátékban. Megmondom őszintén, ez volt életem egyik legnehezebb meccse. Hát ugye szezonnyitó, stb. Nagyon örülök, hogy meg tudtuk nyerni a mérkőzést. A cápák legközelebb jövő szerdán lépnek pályára, akkor az első fordulóban elmaradt oroszlányi meccsét pótolja Siska János együttese.